emlékezőkkel telt meg a református nagytemplom június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának 104. évfordulóján. 14 évvel ezelőtt a diktátum aláírásának 90. évfordulóján döntött úgy az országgyűlés, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja legyen. Az országgyűlés kinyilvánította, hogy idézek, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. A megemlékezés szónoka arra emlékeztetett, hogy a történelem során majd minden nemzetnek volt olyan sötét korszaka, mint Trianon a magyarokéban. Lengyelországot többször is szétszabdalták nyugati, keleti, észak-keleti szomszédai. 1920. június 4-én épp így a magyar nemzetet és annak történelmi életterét is mohó, nagyra vágyó országok szabdalták fel, s nem sokon múlt, hogy a nemzeti egység mellett el ne tűnjön a politikai szuverenitásunk is. Trianon számunkra több, mint egy történelmi esemény, s bár a békediktátum okainak feldolgozottságával egyetlen más történelmi esemény feldolgozottsága sem vetekszik, mégis lelkünkben máig feldolgozatlan. Tévhitek és vak harag övezi azt évszázados távata ellenére. A trianoni békeszerződés értelmében a legtöbb magyar az akkori Románia új állampolgára lett, ma is ott a legnagyobb, a határon túli magyarság lélekszáma a Kárpát-medencében. A terület és emberveszteségek mellett Magyarország elvesztette felvidéki bányavárosait, erdélyi hegyeit, adriai tengeri kikötőjét. A Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarok száma egyre fogy, Szlovéniában és Ausztriában már alig pár ezren tartják magyar nemzetiségűnek magukat.